remélem, sőt, hogy ha minden igaz, akkor mivel nincs már nagyon sok hátra, egy új témával is akár bele tudunk kezdeni, és ha Jóisten is akarja, akkor azt majd valamikor folytatni is tudjuk. Hát nagyon sok minden történt azóta, hogy utoljára együtt voltunk. Néhány tapasztalatról majd szeretnék beszélni önöknek, mert nagyon sok minden történt az égen, és nagyon sok minden történt a Földön. És még több minden fog történni az égen évvégéig, és még több minden fog történni a Földön évvégéig. És bizony rám nagyon sok minden áll ebben a folyamatban. A magukra, azokra, akik a magyar szerves urvelységet képviselik ebben a szegény elárult hazában, a Kárpát-Magyarországi hazában. De mielőtt ezt megtenném, a tapasztalatairól és az élményeinkről beszélnék, de csak emlékeztetőként vetítettem be, én erről már most nem fogok beszélni. Illetve annyit kénytelen vagyok megkérdezni, mert nem tudom, hogy beszéltem róla, hogy a föld alatti világról volt ez. Nem. Akkor viszont kitolódik időben ez az előadás, most már itt lehet, hogy akkor előbben nem kezdjük be. Az energiarendszerünket viszont, ami működteti a szenthelyeket, azokat most egy másik szempontból, egy másik rendszer szempontjából átismételni. Azért tenném ezt, mert higgyék el, ez nagyon fontos. Nagyon tisztában kell legyünk, hogy a szenthelyek milyen kedves egészségére jobbulás, milyen módon működnek, milyen energiák működtetik, mert ugye ez vesző paripán mindenhol ötrendszer elmondom, ezeket a szenthelyeket működtetni kell most már. Nincs mese és nincs más út, nincs más lehetőség. Az a másik rendszer, amely szerint most rendszerezni a szenthelyeket, működtetni energiákat, hogy miről van szó, pontosan mindenki emlékezzen rá. Arról beszéltünk, hogy azok az energiák, amik a középső létszinten, mint hullámzó, rezgő, vibráló energiák jelen vannak, és működtetik a szenthelyeket, három léptékben fejtik ki a tevékenységet. Erről beszéltük. Ezt a három léptéket részleteztük. Most következzék tehát egy másik rendszerezés. Ehhez a rendszerezéshez pedig Pap Gábornak hívom segítségül a magyar népmese hagyományban előforduló fa típusai. Ha valaki nem tudná, miről van szó, részletezve megtalálja a Jó Pásztorok Hagyatéka című munkájának a függelékében, ahol a nyelvvel kapcsolatos, a magyar nyelv szerves működésével kapcsolatos ismereteket fejti ki a Gábor. Tehát ott meg lehet találni ezt, de nyugodtan kérdezzenek, tehát ha valami nem tiszta ezzel kapcsolatban, vagy nem jutottak még el, hogy ezt elolvassák, akkor ott meg fogják találni, és kérdezhetnek. Kezdjük akkor az első fa típussal, mondjuk azt, hogy ide fogom írni jobb oldalra a fa típusokat, és ide fogom írni azokat az energiákat, amelyek megfelelnek ezeknek a fa típusoknak. Kezdjük tehát a legelsővel. Fogjuk látni, hogy ezek a népmesei fa típusok, ezek a világegyetem, a kozmosz mozgását képletezik. A legkisebb léptéktől, a mozgás legkisebb léptékétől a legnagyobb léptékéig. A legkisebb léptéke pedig a közvetlen kozmikus környezetünk mozgásának, a Földnek a tengelyforgása, a 24 órás periódus, amely a létünk legkisebb keretét határozza meg, a nappalnak és az éjszakának a váltakozása. Ehhez tartozó fa típus pedig az úgynevezett, ugye itt abból indulhatunk ki, mindig a hangalaki megfeleléseknek a láncolatán fogunk haladni, abból indulhatunk ki, hogy a magyar néphagyományban a Föld forgás tengelyét és annak az égbolton megtalálható döféspontját, tehát hogyha én a Föld forgás tengelyét meghosszabbítom, ott találok egy döféspontot az égbolton, ezt jelenleg az északi sarok csillag jelöli ki, de a precessziós mozgás miatt a Föld tengelyének látakozó, ugye, búgócsigaszerű mozgása miatt, ez gyakorlatilag nem mindig volt a sarkcsillag. Egy időben például a sárkány csillagképben volt ez a bizonyos északi sarokpólus. Miért olyan fontos nekünk az északi sarokpólus? Hát valamiért azért is fontos például, mert ehhez tudjuk mérni majd a mágneses pólusváltást. Ami előtt állunk, erről már volt ugye szó, a mágneses pólusváltások. Másrészt pedig tudni kell, hogy a precesszió az csak akkor van meg, amikor a Föld tengelye ferde. Nem mindig volt ez így.
volt olyan időszak a Föld történetében, amikor a Földnek a tengelye függőlegesen állt. Sőt, volt olyan időszak a Föld életében, amikor a Földnek két poldja volt. Ez a védai hagyományban, a puránákban, amit a védákhoz csatoltak régi történetek és interpretációk a védikus hagyományhoz, gyönyörűen el lehet olvasni. De ezekkel a történetekkel Körösi Csoma Sándor is találkozott a titkos tibeti feljegyzések olvasása során. És voltak éppen ez minden hagyományban megtalálható, a magyar népmese hagyomány mély rétegében is megtalálható. Tehát a magyar népmese hagyomány is tud arról, hogy vannak olyan időszakok, amikor két nap látszik az égen. Egy ilyen pillanatot egyébként a Képes Krónika is rögzít éppen Ajtón történetével kapcsolatban. És vannak olyan időszakok, amikor két hold látszik az égen. A Földnek ugyanis két holdja volt, ebből az egyik becsapódott a Földbe, és ez billentette ki a Föld tengelyét, és innentől kezdve beszéltünk precessziós mozgásról, ami a világkorszakoknak gyakorlatilag az ütemét, az ütemrendjét ugye meghatározza. Na, túl sokat beszéltem, persze megint ez a szokásom. Ehhez a furuhoz tartozik hangalaki megfelelés útján az eperfog. Tehát tudnunk kell, hogy ha mi az eperfával találkozunk a magyar népmese hagyományban, nem kell magyarázni, hogy ezt miért írtam, hogy a magánszokat. Jaj, de jó, ezért érdemes magukba menni, mert már nem kell előről kezdeni semmit. Tehát ha a népmese főhőse eperfát mászik meg, mert van ilyen, akkor ezt a kozmikus mozgást tudja uralni. Ez nagyon fontos. Tehát ezzel a kozmikus mozgással került közvetlen kapcsolatba, és ezt a kozmikus mozgást tudja uralni. Minden beavatási könyv, minden révülés leíró könyv mivel kezdődik? Hogy a sarokcsillag irányába eltávozunk révület során. Kedves egészségére. Hát ennyire igaz, szóval ennek pedig mi fog megfelelni? Már tudhatjuk, ha visszaemlékszünk az előző eladásokra, a legkisebb léptéke az energiarendszerünknek az a bizonyos 12 háló, ami annak okán tartozik ide, mert majdnem 24 órás a periódus. Tehát én ide gyorsan ideírom, ezt csak emlékeztet, emlékeznek erre a 12 hálóra. Tréfásnál lehetne mondani, ez az, ami a hálójukban van, mármint hálószobájukban van. Ez az a 12 háló, ami bemegy minden hálószobába, és párbeszédet próbálni kell folytatni. Megkérdezed, hogy tartanak ezen a bizonyos megvalósítási úton. És ha nem tartanak sehol, akkor egy nagyon gyenge, finom kis figyelmeztetést küld, ami aztán később már bizony daganat formájában is realizálhat. Erről beszéltünk. Így gyakorlatilag a 12 apostol halászó, kihalászó tevékenységével állunk szemben az energiák szintjén. Már is mehetünk tovább. Mi lesz a következő kozmikus mozgás? Természetesen a nap körüli keringés. Ez már nem a nappalok és éjszakák változását fogja meghatározni, hanem a 365 napos változás rendet, és ha tudjuk, hogy ez egy kör mozgás, akkor tudjuk az ide tartozó fát is. Mert a magyar népmese hagyományban előfordul a kör, te fa. A kör te fa fogja tehát modellezni nekünk ezt a léptéket. Ha a népmese hős a kör te fát, már szerintem ezt uralja. Ezt a léptéket uralja. Ezt régen úgy is mondták, hogy ismeri az állatok nyelvét. Miért? Mert a 12 állatövi jegyen megy körbe szépen a Föld, ezek többsége ugye állatalakról van elnevezve, ismerni az állatok nyelvét, annyit jelent ismerni a zodiákus 12-ességét. De tényleg olvasni benne. Tehát nem csak úgy vulgár szinten ismerni, hogy a sajtóban van, hanem tényleg mélyen ismerni. Ez ezt a szintet jelent. Mi fog ide tartozni? Hát ide meg az a három háló fog tartozni, a Szent György háló, Mária háló és a Krisztus háló, amelyiknek éves a pulzálása. Ugye emlékszünk rá, hogy ennek dominánsa meghatározóan éves a ritmusa. Ez nem azt jelenti, hogy nincs napi ritmusa, nem azt jelenti, hogy minden teli holdkor nincs rajta dagály, de a meghatározó ritmusa az éves. Ugye erről is beszéltünk, hogy minden templomnak az a védőszent a parancsolja. Nem volt a hálóról. Bizony, hát erről volt Krisztus nem. Nagyon érdekes a helyzet, viszont vannak olyanok, akik bólogatnak itt tetszik. Hát azért, hogy hálós van a hálóról. Mindegyeket nem tudta a hálóról, de nem volt róla szó. Hogy? Jó. Semmit nem mondtam róla? Csak bemutatta. Egy másik után gyorsan kiratta, és akkor... Le vagyok teljesen tanulva, hogy az lehet, hogy akkor...
homokróra szólt, aki van, hogy be lett mutatva, arról volt, hogy addig folytatjuk. És nem lesz új előadás ma. Nem van. Hát akkor nézzünk hálókat rendben. Semmi baj. Úgy is körbevez minket a hálózat. Jó. Nem mindegy, hogy az ember milyen hálózat veszik körül. Az a jobbik eset, amikor ez a hálózat veszik körül. Ha ez a hírneves, akkor visszamegyünk a 12. Hát semmi baj nincsen voltak éppen. Semmi baj nincsen az évvilágon. Visszamegyünk a 12 hálóhoz. És akkor annyira intenzíven bólogattak, amikor kérdeztem, hogy három szint, működés szint, energiahálók, hogy én olyan nyugodt voltam, hogy hihetetlen. Na, akkor nem volt szó a három test alakról sem? Nem. A nirmánakája, a számára? Nem. Felejtsék el ezt most. Igen. Jó. Hát az ott a sok víz lefolyt a Dunán, meg a Tiszán, meg a Dráván, meg a Szárván, meg a Maroson, meg a Körösön. Na nem baj. Tehát a szent... Jó, vissza a Kályhához. A szent helyeket működtető energiák, ez miért fontos nekünk? Azért, mert mi mindig a szent helyjel két szinten kerülünk kapcsolatba. A legelső szinten mindenki kapcsolatba kerül, mert minden szentelynek van egy fizikai megnyilvánulása. Oda megy, körülnéz, látja milyen. Ez a szenthely fizikai megnyilvánulása. Viszont akinek ennél több is van az érzékelésében, több lehetősége is van az érzékeléssel, erre mondja a jelenések könyv, hogy akinek füle van, az hallja, akinek szeme van, az persze látja. De nem erre a szemre gondol egy kis szemtöny sem, meg nem erre a fülre gondol, akkor ezek az emberek szépen rá tudnak hangolódni egy a fizikai sík fölötti működésére a szent helynek, ami alapvetően energia természetű. Az energia az a léleknek felel meg, a lélek szintjének felel meg. Az energiáknak két dolguk van. Az egyik, hogy mozgósítanak minket a lelkünkön keresztül, nagyon fontos, tehát érzelmeket keltenek bennünk, és valamilyen cselekvésre sarkalni. Itt szent energiákról van szó, itt egyértelműen szent cselekvésekre sarkaló energiákról van szó. A másik feladata pedig ezeknek az energiáknak, mivel a lélek működésének felel meg ez a szint, a szentek működését tekintve, hogy közvetítő szerepet tölt be a testetöltés, vagyis a fizikai szint, és a szellemi létszint között. Egy közvetítő közeget jelent. A címer ábrán ugye ez volt a középső hullámzó létszint, ami a szellemiség, vagyis a fejrész, és a testetöltés között alkot egy hivat. Vagyis, még egyszerűbben fogalmazva, ami föntről a szellemi világból testet akar ölteni, az csak ezen energiarendszeren keresztül tud testet ölteni. És ami testetlenedni akar, vagyis eltávozni ebből a világból, az csak ezen energiarendszer mentén tud eltávozni. Még egyszerűbben mondva, ezek, és akkor tényleg leegyszerűsítettem, a mennynek a kapuk, vagyis szó szerint ezek a templomok, ezek az eredeti templomok. Úgy is nevezi a szent földrajzi irodalom, hogy a tájtemplomok. A szent helyek rendszere tájtemplomokat alkot, vagyis a mennynek a kapuk, dimenzió kapukat, ha úgy tetszik. Ezért van az, hogy az eredeti, az ősvallásban ezek voltak az oltárok. Mert ezeken keresztül sokkal könnyebb kapcsolatba lépni a szellemi világgal. Sokkal könnyebb révülni. Mert a téridő az nem folytonos. Ugye a fizika azt mondja, hogy van egy folytonos téridő rendszer, úgynevezett Minkowski-féle téridő kontinuum. Na ebből az elnevezésből csak a Minkowski igaz. Mert ezt ő találta ki. De a téridő kontinuum ilyen nem létezik, mert a téridő nem folytonos, hanem szakadások vannak benne. Ahol megszakad a profán téridő, azt nevezik szent térnek, vagy szakrális térnek. Világos, ezt a legegyszerűbb paraszt embereke is tudja, szemben az egyetemi katedrán oktató fizikussal, aki majd napig meg van győződve, hogy homogén a téridő. Nem homogén a téridő. Na most ezekről az energiákról beszélünk. Jó? Így most már rendben van, ugye?
De mondják, mert én azért vagyok itt, hogy önöket szolgáljam. Tehát mindenki rendben van most már ezen. Most ez az energiarendszer, ez három létszinten működik. Nem tudom, beszéltem, mert most már végképp nem tudom, hogy itt mi van. Alfred Watkinsnek a felfedezéséről. Ő egy Angliában élő kereskedő volt. Itt nagyon bólogatnak, és ha bólogatnak, elhiszem. A többiek valószínűleg a mágneses pólusváltás miatt elfelejtették. Ez egy nagy figyelmeztetés, nagy figyelmeztetés. Ugye ez a Watkins észrevette, hogy ezek az egyenes vonulatok, csak nagyon röviden mondom most már tényleg, észrevette, hogy ezek az egyenes vonulatok, ezek a tájban összekötik a megalitikus építményeket, a szent helyeket, és egy-egy vonulat mentén, már többen menekülnek, egy-egy vonulat mentén ugyanaz a névanyag fordul elő a földrajzi nevekben. Tehát ha én egy ilyen vonulatra ráállok, akkor ugyanazokat a nyelvi elemeket fogom megtalálni a földrajzi nevekben. Ugyanazokat a szavakat fogom megtalálni a földrajzi nevekben. Ez akár domnév, pataknév, bármi lehet. És a négy leggyakoribb, ugye ez a bizonyos lé volt, innen nevezték el lé vonalaknak ezeket a rendszereket, illetve három színnév volt. A fekete, most ezt megakasztjuk ezt a rendszert. Hú, pedig már rég túl lennünk rajta. Az egyik a fekete volt, a másik a fehér volt, nem igaz, hogy erről nem volt szó. A harmadik pedig a vörös szín volt. Nem. Na jó van. Ez, ha valaki ismeri az alkímiát, az nyugati alkímiai hagyományban, nagyon fontos a nyugati alkímiai hagyomány, mert a nyugat szinte legközelebb a hagyományos metafizikához, a hagyományos valláshoz, tehát az ős vallás rendszeréhez az alkímiában jut el. Ezt nem árt, ha tudjuk. Tehát a nyugatnak úgy tűnik, hogy ez a legközelebb vezető útja az ős valláshoz. A nyugati alkímia latin szavakkal azt mondja, hogy igen, tudjuk, van egy nigrédó tudatállapot, ez a fekete, van egy albédó tudatállapot, ez a fehér, és van egy rubédó, egy vörös tudatállapot. Tehát ez három tudatállapot az alkímiában, nem elemek, tudatállapotok. Nagyon gyorsan menjünk rajta végig. A fekete tudatállapot az a szint, amikor valaki fölismeri a halál létét. Ez nem volt erről szó, szerintem nem. Továbbra is ez, ez nem olyan egyszerű, hanem valamire emlékszem. Nem. Ez nem olyan egyszerű, tehát ne gondoljuk azt, hogy az ember az olyan egyszerűen fölismeri a halálnak a létét. Hát gondoljunk bele abba, hogy 7 év eltelik a gyerek életéből. Ez egyénileg változhat, mert vannak gyorsabban érő típusok, vannak lassabban érő típusok. 7 év eltelik a gyerek életéből közelítőleg, úgy, hogy sem a változást, sem az időt igazándiból föl nem fogja. Erre mondja Jóska bácsi, nagyon igaza van, Molnár Jóska bácsi, a magyar néphagyomány azt mondja, erre az állapotra, hogy Isten tenyerén él a gyermek. Időn kívül él, nem ismeri a változást. Ugye megkérdezzük a 4-5 éves gyerektől, hogy holnap 4:30-kor találkozunk, akkor viszont mi az, hogy fél? Nem is érti azt, hogy 4:30. Mert nincs kialakult időfogalma. Ez inkább a 7 éves kor és az azt követő időben szilárdul meg. Mondom, egyéni különbségek vannak. És eljut az ember a kamaszkorig. És a kamaszkor a nagy választó víz tényleg, mert akkor egyszer csak a tudatába belevillan a halál gondolata. Egyszer csak fölismeri azt, hogy ő így, de ez egy személyes élmény, tehát ezt így értsék. Hát persze tudott a halálról fogalmilag, de most személyesen jelenik meg a halál összes erője, bekopogtat a tudatába, és azt mondja, légy szíves, vegyél róla a tudomást, mert létezel. És ebben a pillanatban valaki, ez egy iszonyú érzés. Fölismeri, hogy ő meg fog halni, és mindenkit el fog veszteni, aki most körülveszi. Ez maga a sötétség, maga a feketességnek az élménye. De a teremtőtől rögtön megkapja e fekete tapasztalat legyőzésének a lehetőségét. Mert ezt egyetlen úton lehet legyőzni, az ős vallással, vagyis az ősi szerelem vallással. A kamaszkor pedig az első szerelem megtapasztalásának az ideje. Abban a minutumban a teremtő küldi a kegyelmet is. Itt van a halál, ismerkedj meg vele, de itt van a legyőzésnek a lehetősége. Ezért énekel a magyar népdal hagyomány folyton folyvást az első szeretőről, a régi szeretőről. Miért? Mert az első szeretőben tapasztaljuk meg ezt az ősvallási élményt először az életünkben. És személyesnek tapasztaljuk meg. Hát ne csodálkozunk, hogy egy személlyel kerülünk kapcsolatba. Hát maga a teremtő személyes. Ezt is megbeszéltük. Szerintem a sátán az, aki személytelen. Ő csak formát tud teremteni, de lelket nem.
az egyetlen Isten, aki lelket tud teremteni, vagyis ő a személyes. És legmagasabb szinten a személyesség az emberben nyilvánul meg, abszolút személyként. És ezt a szerelmet tapasztalja meg abszolút személyes erőként, innentől fogva viszont az a dolga, hogy ezt a szerelmet az első szerető, a régi szeretőben megtapasztalt, ami persze jelenti rejtett értelemben a hősvallást. Az ősi szerelemvallást. Tehát amikor azt énekli a magyar népdal, hogy hely a régi szerető tudott igazán szeretni, másodikért de sokat kell szenvedni, akkor ez egy vallástörténeti út is. Volt egy ősi szeretetvallásunk, egy régi szeretetvallásunk, egy ősvallásunk, ezt elvették tőlünk, és cserébe kaptunk egy művallást, egy műanyagvallást. Ez a második szerető, és mit mond a népdal? De sokat kell, hely, de sokat kell érte szenvedni. Mindenki be tudja azonosítani, ez a mai nagyegyház. Mindenféle formájában. Ez tényleg egy művallás, ez egy pótlék. Az eredeti helyébe kapott pótlék. Ha megjelenik a szerelem, vagyis a legyőzési lehetősége a halálnak, az mindig fehér fényként jelenik meg. A tibeti halottas könyv fő problematikája, hogy a halál pillanatában a tudat tudja magát egyesíteni a fehér fényben. Az elsődleges fehér fényen, ami mindössze annyi ideig látszik az emberi tudat számára, mint egy cseppintés. Ezt így írja le a tibeti halottas könyv. Nem véletlen, hogy a magyar néptánc férfi oldalán annyi cseppintés van. Nem véletlenek, hogy történeti értelme van. Tehát a nyelv beszél, a gesztusok beszélnek, az ősvallásunkat mondják el. Hogy a legényes, ami egy beavató tánc, mert kizárólag legénykorban, kizárólag legények táncolták a leányoknak. Tehát az ősi vallásról szól, a szerelem vallásról. Ez a fő mozdulata, hát egyáltalán nem véletlen. Várja ezt az első fényt, ezt a fehér fényt. És mibe temetik el a túl nemzetség királya? Gyönyörű a fordulat az oklevelekben. Eltemették fehérben. És hol temették el fehérben? Fehér váron. Ne felejtsük el a várnak, van egy névszó jelentése és egy igen jelentése. Nem csak földrajzi topográfiailag beazonosítható helyet jelöl, hanem várakozást is jelöl. Mire várunk Fehérváron? Értelemszerűen erre a fényre. Ugyanis ez az üdvözült fény, akik halál állapotából visszajöttek, elmondják. Látták a sötét alagutat, itt van a fekete. És utána látták az alagút végén a fehér fényt, itt van a fehér. Erről beszélünk. Ez a halál legyőzésének két stációja. Ugye világos? És ha ezt a szerelmet, amiről én beszélek, ki tudjuk teljesíteni, teljes világegyetemben. A fűszálacskát, a katicabogarat, a felhőt, a napocskát. Ugyanúgy tudjuk szeretni, mint az első szeretőnket, de legfőbbképpen a teremtőt, mert hogy mondja a magyar hagyomány? Szerelmes Isten. Így nevezték meg minden is Isten. Szerelmes Isten. Tehát mi nem csak szerettük az Istent, hanem szerelmesek voltunk bele. Vagy gondoljunk arra, hogy Árpádházi Szent Margit a háló szobájába esténként Jézus Krisztust várta. Micsoda botrány, ugye? Botrány, ha csak fizikai szinten tájékozódik. Egy erről az emelt szerelemről van szó. Erről az üttörténeti szerelemről. És az ősök, amikor megjelennek, milyen fényben jelennek meg? Természetesen ugyanebben a fehér fényben. A Mária jeleniseknél hogyan jelenik meg Szűzmányban? Ugyanebben a fehér fényben. Ez most nagyon aktuális. Nagyon aktuális. Tehát a máriaság energiái azok ma kulcsfontosságú energia. Leginkább most a Mária kegyhelyek aktivizálódtak. Ez nyárra és őszre igaz. És egyre inkább aktivizálódnak. És nagyon érdekes, hogy egyre inkább Erdélybe tolódik ez az aktivitás. Pannóniában szinte alig lehet érzékelni az erődereket. Átjövünk a Duna-Tisza közére, na igen, itt már lehet érezni. Azt mondja az ember, na igen, ez már valami. Átmegyünk Hunniába, a Tiszán túli alföldi területre, ott már ütős, ahogy szokták mondani pestiesen. És átmegyünk Erdélybe, és ma már az van, átmegyünk Erdélybe, hogy már a Mária kegyhelyeken, a érzékenyebb emberek rosszul vannak. Rosszul vannak. Olyan intenzív az energia áramlás, hogy nem bírják ki, 5-6 percig ott vannak, és utána kiszérülnek onnan. Itt tartunk ma. Hát a Mária kegyhelyek egy hihetetlen intenzitást mutatnak. És ott van a megoldás.
Szűz Mária boldogasszonynál van a megoldás. Ezt nekünk tudnunk kell. Na, de hát mire számítottunk? Hát ki ennek az országnak az örökös királya? Ki ennek az országnak az oltalmazó és védője? És egyáltalán ki a kegyelemnek a forrása? Természetesen. És ugye a harmadik létszint, amikor kiteljesítettem a szerelmet a teljes világra, amikor olyan lettem újra, mint a gyermek. De úgy, hogy végigjártam a fiatalat. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy engedjétek hozzám a kisdedeket, és ezért mondja azt, hogy senki sem léphet be a mennyek kapuját, csak ha újra gyermekké válik. Ez az a tudatállapot, amikor újra gyermeki tisztasággal, ezért tanítanak minket a gyerekek. Ne felejtsük el. Mi nem az iskolában tanuljuk a bölcsességet, hanem a saját gyerekeinktől tanuljuk a bölcsességet. Az az igazán bölcs felnőtt, aki le tud hajolni a gyermekéhez, és tanulni tud tőle. És nem fordítva. És ma már olyan gyerekek születnek, hogy hát nem is tudom, hogy hihetetlen tudással jönnek le. Hihetetlen tudással. Angyali szintű tudással. Nem én találtam ki. És azért jönnek, hogy tanítsanak minket. Mert a kegyelem működik, nem kell ennek a világnak elpusztulnia. Miért kéne? Nem azért teremtette az Isten. Az Isten nem pirotechnikus, és nem terrorista, hogy amit megteremtett, azt utána fölrobbantsa és tönkretegye. Működik a kegyelem, és a gyerekeken keresztül működik a kegyelem. Hát ezért szoktam azt mondani, amit egyébként a szent helyek üzennek, és biztos, hogy nem, már nem merek semmit mondani, valahol máshol mondtam, biztos, a szent helyek üzennek. Magyar anyák, szüljenek minél több gyermeket. Ha még lehetséges, szüljenek gyermeket. És azon ne aggodalmaskodjanak, hogy mi lesz azzal a gyermekkel. Mert minden gyermek Isten tenyerén fog tartózkodni. A jó Isten, de leginkább boldogasszony anyák, meg fogja védeni ezeket a gyermekeket. Tehát nekünk nem aggódnunk kell, hanem szülni a gyermekeket. És nem megvárni, hogy ez a nemzet kipusztuljon. Mert erre játszanak most a politikai erők. Minden szinten. Szellemi szinten, lelki szinten és testi szinten is. Mert odafönt nagy játszma zajlik. Ezeket ez végjátszma, hogy nincs mese. Pontosan lehet érzékelni. A fehér erők és a fekete erők összeütközésben vannak. És ugyanez van a Földön. És kiélezve a Kárpát-medencében. Itt vannak most a legsötétebb erők. Ezt tudnunk kell. Itt vannak és itt nyilvánulnak, meg a politika szintjén is. Hát ez az, ami már most történik, ez az arcátlanságnak és a senki háziságinak a legalja. Tehát egyszerűen leköszönt ez az ember az emberi mi voltáról, amit miniszterelnöknek nevezik. Ez már nem ember, inflálódott. Semmilyen emberi arca nincsen. És annál keményebben ragaszkodik a hatalom. Csak nekünk tudni kell megfigyelni és meglátni az üttörténeti arcát ennek az egész folyamat. Hogy tényleg a sátán egyik arcával állok szemben. Mert ezt igenis nagyon határozottan be kell azonosítani. Saját érdekünkben. És azért vegyék észre, már a második olyan kijelentést mondta ki, amivel voltak éppen Máriát. Szűz Mária boldogasszony gyalázta meg. Levette a kezét az országról. Egy. Kettő. Azt mondta, kurva Magyarország. Na most ne felejtsük már el, hogy kit kurvázott le. Ez a senki házi. Ez a jött-ment. Ennek a három szintnek pedig megfelel a három energiaszint. A 12 háló a feketének. Tehát a 12 hálóval az kerül kapcsolatba, aki ezen a tudatszinten mozog. Hát nem kell megijedni, meg nem kell sajnálkozni. Ez egy nagyon fontos. Hát itt kezdődik a beavatás. Aki nem jutott idáig, az sehol nem tart voltak éppen ebben a megvalósítási menetben. Most a 12 háló, az ugye úgy működik, a természetgyógyászat legalábbis így szokta fölvezetni, hogy itt egészségkárosító energiahálókkal állunk szemben. Voltak éppen mi ez az energiaháló? Magyarul rácshálónak neveznék, tehát van a térben egy energia rácsháló. Idegen szóval raster háló, de mi magyarok vagyunk, a fizikusok úgy szokták mondani, hogy interferencia háló. Vannak energiacsomópontok, és ezek az energiacsomópontok egymással kapcsolatot létesítenek. Minden energiacsomópont a szomszédjával, és így létrejön egy raster háló, egy rácsháló, egy interferencia háló. Minden egyes csomópont oldalnézetben
Ezt se rajzoltam. Így néz ki. A fizikus azt mondja, hát ez egy tipikus álló hullám, ugye? Duzzadó helyek és nulla helyek váltogatják egymást. De egészítsük egy kicsit ki a rajzot, hogy tartalmilag is megértsük, miről van szó. Hát ezt úgy lehet kiegészíteni, hogy így. És akkor rögtön tudja mindenki, hogy miről van szó. Mit rajzoltam föl? Ez voltak éppen a kígyó energia, vagy más néven, aki keleti iskolázást kapott, ugye a metafizikai hagyományban azt mondja, hogy kundalini energia. Mi ez a kundalini energia? Ez az emberi testben működik. Mert az emberi testben van három nagyon fontos szakrális csomóban. A medence, a szív és a tudat. Ugyanis az emberi test az templom. Sőt, mi több, ez az eredeti templom. Amit kőből építenek, az nem eredeti templom. Az a pótvallásnak a pótemploma. Ez az eredeti templom, mert mit mond Jézus Krisztus? Amikor az írástudókkal beszédbe támad, valami kijelentést tesz ott a templom összerombolásával kapcsolatban. Piszkosul megijednek ezek. Ugyanis nekik ez az egyetlen szent helyük. Mármint a kiválasztott népnek. Ha már megneveztük, azért azt ne felejtsük el, nekünk szerves műveltségünk van. Vagyis a biológiai analógiákat nyugodtan lehet használni. És az emberi test szintjén én nem tudom, hogy a kiválasztás az melyik működés. Hát ennyit erről. Ugye világos. Na most. Tehát azt mondják a kiválasztott népnek az írástudói. Hogy mi az, hogy kirombolod ezt a templomot? 46 évig építettük. Mit mond erre Jézus Krisztus? 3 nap alatt fogom mondani. Ezek nem értik, mert nem arra a templomra utal, hanem arra, amit ő ténylegesen fölépített 3 nap alatt. A halálát követően a feltámadáskor. Ez az a nagy átváltozás, amiről beszélünk. Amit a magyar ősvallás útján el lehet érni. Aminek a két nagyon fontos kelléke, kenyér és a bor, amit már Melkiszédek fölmutatott Ábrahám pátriarch, hát csak szegény ezt nem értette meg. És folytatja Jézus Krisztus, és ráadásul még utal is rá. Főpap vagyok a Melkiszédek rendje szerint. És ő is előveszi a kenyeret, és ő is előveszi a bort. És mit mond? Egyétek ez az én testem. Ez az örök test, ami nem kőből van, mert a kő mit jelképez? Az az ásványi testet jelképez, ami még nem működik templomként. És a kenyér mit jelképez? Az örök testet, a feltámadott testet. De nem csak kenyére jön az ember, mint az ördögnek. A bor pedig a lelket. A szent lelket, ami kitöltetik ebbe a testbe. És voltak éppen a test átalakulása ettől a szent lélektől megy végbe, de ezt viszont a vízöntő rejtének kapcsán már elmondtuk. Ezt azért tudom, mert ott van a tüzetben. Ugye, hogy elmondtuk? Na! 12 háló, itt van a 60 háló. Ez a leginkább, ezzel szoktak a leginkább fenyegetni a természetgyógyászok. Olyan, mint a térképészeti háló. A sarkok fele összetart, az egyenlítő fele széttart. A mi szélességünkön nagyjából 2 méterenként van egy egyen energiasáv, amely hozzávetőleg 30 cm széles, és egyébként ilyen az energia eloszlása, úgynevezett harangörbe, Gauss-féle harangörbe, amit nagyon matematikusan akarják látni a dolgot. Nagyon érdekes, hogy ezt a hálót egyedül és kizárólag és leghatékonyabban a harangozás tudja eltüntetni. Ha egy faluban harangoznak, a faluban a harangozás ideje alatt nincsen 60 háló. Nem mérhető 60. Csak az analógia okán mondom. Kétségtelen, hogy aki beletolja az ágát ebbe a 60 hálóba, egyéni érzékenységtől függően 8-10 év alatt összeszedhet egy daganatos betegséget. Kétségtelen, mégpedig ott, ahol éppen éri ez a sugárzás. Igazándiból ez nem sugárzás, egyébként ez egy téridőjárás. Ezt úgy kell érteni, hogy ezekben a csomópontokban az idő gyorsabban halad, mint közte. Ez egy nagyon érdekes helyzet, és ha ezen elgondolkoznánk, tudhatnánk, hogy ezek tényleg téridőkapok. Ugye? Ki lehet lépni a normális téridőből, és egy új téridőbe találjuk magunkat. És ez mindenkinek ott van a szobájában, 2 méterenként, ezek a csomópontok. És mi mit csinálunk? Rettegünk tőlük, mert daganatot tudnak okozni. Na de miért okoznak daganatot?
Nagyon egyszerű a játék, nem mondta persze, de többen. Töltéstörvény. Mi ez a töltéstörvény? Hát tudjuk azt, hogy duális világban élünk. Ez a középső világ, a lélek világ, az duális világ. A világegyetem ugye a horizontális tengely mentén duálisan működik. Férfi és nő, világosság, sötétség, jobb oldal, bal oldal, kiáradás, befogadás, és lehetne napestig sorolni az analógiákat. Mit mond a töltéstörvény? Aki fizikát tanul, tudja, Coulomb bácsi fektette le, francia fizikus. Azt mondja, az ellentétes töltések vonzák egymást, az azonosak taszítják. Na most ez erre az egész duális világrétegre igaz, minden szinten. Embereknél is az ellentétes töltések vonzák egymást, az egyik töltést itt úgy hívják, hogy férfi, az emberi közösségben a másik töltést itt hívják, hogy nő. Ugye? A proton és az elektron az atomban pontosan azért vonzza egymást, akár hiszük, akár nem, amelyet a férfi vonzza a nő. Ugyanaz a szerelem elő tartja őket össze. Csak azon a szinten elektromos töltésként nyilvánul meg. És mivel mi szétszedjük a világot, a tudományos világképünk szerint, ezért nem veszik észre, ugyanaz a szerelem előtt ott is, csak alacsonyabb szinten, mint ami az emberben öntudatra ébredve. Fölismeri önmagát a szeretet. Hát ebben magasabb az ember egy elektronhoz képest. De világos, hogy miről beszél. Ezt az egész világot a szerelem tartja össze. De az ellentétes töltése. Ugyebár? Ezt azért kell mondani, mert van divat az azonos töltéseket összehozni. Ugye? Hát nagyon hangosan a madárpárt irányába ezt azért lehet sugalni, hogy az ellentétes töltések szeretik egymást, és nem az azonosak, azok, akik ebben a világban taszítják egymást. De mi van a túlsó világban? Ezt a túlsó világot tükörvilágnak nevezi a hagyomány. Nevezi azért tükörvilágnak, mert minden megfordul. A férfi nem az, hogy nővé alakul, hanem az ott hagyott felét, a fény világában hagyott felét fogja fölismerni a visszatérés volt. Vagyis az egész kiteljesedést menyegzőként fogja megélni. A magyar népmesség mivel fejeződnek be? Na vajon mivel fejeződnek? 3 hétig tartó lakodalommal. Igen, ám, de a jelenések könyve mivel fejeződik be? A bárány menyegzőjével. Szerelemvallás. Bizony, hogy szerelemvallás. Tehát a férfi találkozik a királynővel, gyönyörű egyik csodálatos élmény. El se tudjuk képzelni. Mivel emlékszünk rá homályosan, mit csinálunk a Földön? Ennek az ősképnek megfelelő fizikai képet keresünk. Ez a párválasztás misztériuma. A lehető legközelebb álló fizikai képet keressük ahhoz az ősképhez. És ha megtaláljuk, élünk boldogan. Még meg nem hallunk. És majd ott találkozunk az igazival. Amit rájövő, mert ott döbbenünk, hát ez voltak éppen saját magam vagyok, a másik felem, akit ott hagytam. És ezért itt a Földön állandóan csak fél voltam. Nem tudtam igazán kiteljesedni. Ami szerencse is, mert ha kiteljesednék ebben a pillanatban, akkor maga csak egy nagy kukkanást látnának. Fényé válnék, és üdös életbe kecskemetre többet nem tudnék jönni. De máshova sem. És a feleségem nagyon szomorú lenne. Bár lehet, hogy nagyon boldog lenne, ezt ő tudja, nem árulta még el. Ezek a tükörvilágból levetülő energiák. De egyébként ezért látja az ember a halála pillanatában visszafele az életét, mert ott az idő is visszafele megy. Ott minden anyagi részecske visszafele pörög. Ezt nevezi a fizika antirészecskét. És ha egy antirészecske találkozik egy részecskével, vagyis megpróbál átjönni ebbe a világba, rögtön fény keletkezik. Ezt nevezi a részecske fizika annihilációs folyamatnak, megsemmisülésnek. Ez fény szétsugárzik. Az nem lehet, hogy ebbe a világba antirészecske létezzen. Ilyen nincsen. Ezért nem találkozhatunk itt az igazi szeretőnkkel, az első szeretőnkkel. Abba tudom is fényvilág. De ez a bárány mennyegzőjekor meg fog valósulni. Ezt nevezi a hagyomány feltámadásnak. Az öröktest megvalósításának. A tündöklő fehér fénytest megvalósításának. Eltemették fehérben. Fehér bárány. Ez a misztérium. Ez egy szerelem misztérium. Gyönyörű. Annyira szép, hogy az ember, amikor ezt megismeri, már semmi másnak nem akar élni, csak ennek. Tényleg itt van. Na most. A túlsó világban megfordul a töltésjáték. Az azonos fogja az azonost vonzani. Ezt nevezik a mágiában szimpátia törvénynek. Én
amilyen rezgésszintet produkálok, olyan rezgésű, hát bizony lényeket hívok be a túlsó világból. Azonban mi nem tudunk ezen a tükrön átjárni. És miért nem tudunk ezen a tükrön átjárni? És ezt most nem viccből mondom. Azért, mert mi a tükörben mindig saját magunkat nézünk. Ezt én elneveztem Éva tükörnek. Ez az a tükör, amelyben Éva vizsgálgatja a cicomáját. Elég szép vagyok? Elég fiatalos vagyok? Hány palit tudok fölcsípni este? Ez az Éva tükör. És nem tudjuk, hogy a tükrön át lehet menni. Nagy szégyen, hogy még egy indoeurópai népmese is tudja, Alice csodaországa. Átmegy a tükrön. Na de mit kell tudni az, hogy átmenjek a tükrön? Nem magamat nézni végre. Ezt a pszichológia úgy nevezi, hogy végre az egót el kéne tüntetni. Ha én nem magamat nézem, vagyis nem az egómat, egomból gyönyörködöm, akkor a tükrön át tudok menni. És a hagyomány ismer ilyen tükröt. Csak ezt nem Éva tükörnek hívja, hanem Mária tükörnek. Félig áteresztő tükör. Félig áteresztő üveg. És ha én abba belenézek, nem csak magamat látom, hanem magamban látom a mögötte lévő másikat. Meglátom önmagamat a másikban. Ugye világos? És rögtön emelkedett. Mert ha én képes vagyok önmagamat meglátni a másikban, milyen tudom? Akkor ezt az utat járom. Most hogyan lett a Mária tükörből Éva tükör? Éva egyetlen egy hagyományban fordul elő, ezt ne felejtsék el. Zsidó ószövetségében. Sehol máshol nincs Éva. Ráadásul egy félreolvasás eredménye, mint tudjuk. Mert nem is Éva volt. Na de minden. Éna volt, és a nő betűt úgy fordították át latinul, hogy Vénusz értem. Így lett Énából, ami egyet jelent a görögben, de ugyanakkor kilencet is. Egyébként a kilencességgel milyen kapcsolatban van a nővel? Abszolút. Hát nem, ne hívjuk terhességnek, könyörgöm. Áldott állapottal van kapcsolatban. Ezt az Enna szót, ami az Anra megy vissza, az Évisten nőjére, ezt fordították át a Vulgatában nekünk szépen latinul. Védetünket. Lett belőle Eva. Hát szépen állunk, ugye? Na most, tegyük föl, már végre lássunk is valamit, hogy nekünk ezek negatív hálók, negatív rezgések. Hazamegy valaki este. Hazamegy valaki este. Kivesz egy üvegsört a hűtőszekrényről. Ez a tipikus fogyasztói modell. Szociológiailag nem nagyon értékes ez, amit most leírok, de most semmi szociológus. Kivesz egy üveg sört, leül a tévé elé, és keres horrorfilmet, mert az az igazán izgató természetesen. Na, néha megteszi a Híradó is, főleg a Gyurcsányot a Rákkával. Már Frankenstein keresni. És ettől milyen lesz a rezgése? Pozitív vagy negatív? Mert ne felejtsük el a hagyományban, ezek erkölcsi minősítést is jelentenek. Negatív lesz. Mit fog csinálni a negatív energia hálókkal? Szimpátia törvény szerint oda fogja vonzani. Összes hálócsomókot ott fog rajta rezegni, amennyi csak tud. És reggel, hogy érzi magát? Jaj, de fáradt vagy, hogy 8 órát aludtam. Fáj a fejem, zúg a füle, szédülök. Telik-telik az idő, és 8 év múlva megállapítja az orvos, hogy önnek daganata van. Na de miről szól ez a játék? Hogy megértsük, miről szól. Tudnunk kell, hogy ma már nem csak a harmadik háló egészségkárosító. Egészségkárosító már 4 háló. 4 háló. 80-as évek végén még csak a harmadik háló volt egészségkárosító. 2006-ban már 4 háló egészségkárosító. Lehet, hogy én ezt mutogattam, amikor mindig nem tudom, hogy állunk. Ez az úgynevezett szélrózsa irányú háló. Én szívesen elmondom még egyszer. Szélrózsa, látszik, hogy ritkább a rács, hát mindent is tudom. Ritkább a rács állandó, ez is egészségkárosító. Hány is menjünk tovább, mert ebben most kár is filozofálgatni, hogy most mi van. Van egy ferdeháló nevű háló. Csinos, igaz? És ebből rögtön kettő van. Ha mind a kettőt fölteszem, ugyanarra a fölött, akkor ennek ilyen mittászó. És ez ma már egészségkárosító. És látszik a tendencia, mert ma már nem csak ez egészségkárosít, hanem a pótháló is egészségkárosít, az meg minden. Ez ritkán, mint az előzőek,
de nagyon karakteres sugárzása. És egészség. Ma már ez is okozta be. 80-as években még csak a 60, 2006-ban már 4, látszik a tendencia. Ki lehet számolni? Vettem a fáradtságot. Nem lineáris a folyamat egyébként, hanem exponenciális. Ki lehet számolni? Fölírom a dátumot, mikor lesz az összes tanár. Persze. Mind a 12 háló 2012-ben a szegénységkárosítás. Parancsoljon. Ez a 12 háló egyben. Itt ér véget a természeti gyógyászatnak az az ága, amely azt tanítja, hogy tovább az ágat a felcsúgázat. Mert itt már nincs hova tovább. Igen, a mennybe lehet menni. Egyébként ez a célja. Ugyanis ne felejtsük el, 12-en vannak és háló. Mától emberekre fogtok halászni. Mondja Jézus Krisztus az apostol. Itt van az emberre halászó háló. Akit kifog, az mehet tovább, aki benne ragad, és onnan nem tud kijönni, az pedig daganatos betegség. Megkapja a figyelmeztetést. De nem kéne már a fehér fény irányába indulni? A szeretet megvalósításának irányába? Van még egy kis idő, kedves kolléga. Egy picike még van. Utána jön az elszámolás. Nem kell megérni, nem világvége lesz. Fantasztikus dolgok fognak történni. Visszakapja az ember egy csomó képességét, ami már megvan. Ébred a hallás, ébred a látás, ébred a mód. Csak aki ebben a téridőben rögzített, az ezt nem fogja tudni elsem. Itt van a baj. A legkevesebb, hogy bele fog bolondulni. Mert nem fog érteni, mi zajlik benne. És orvostól orvosig fog rohangás, az orvosok szétkeptelnek, ez nem találunk semmit, kedves kollégák. Nem tud aludni. Emlékképek tömkeleg, ez tudatában zajlik. Nem tudom, hogy csinálni. Elmegy, hogy intézetek kapuiban kitárják, és vonulnak széles sorban az emberekbe az emlékképek. Vagy pedig tudatosan elé lehet menni ennek a folyamatnak. Tudatosan. Mert jelek vannak az égen, és jelek vannak a földön. Majd még erre visszatér. A fehér szintnek nem mondtam, hogy a keleten is van egy a hagyomány, ami számon tartja nagyon hangsúlyozottan ezeket a fokozatokat. Ez a Mahayana buddhizmus, a széles ösvény buddhizmusnak, a Tibetben ezben gyökeret, a lámaizmusban, a három test tanítása. Ugyanis ez a három tudatállapot, ez három testállapotnak felel meg. Mert jé, milyen érdekes, micsoda újdonságot mondok. Amilyen a tudatállapotom, olyan a testem állapotom. Ha nekem beteg a tudatom, beteg a testem. Ha egészséges a tudatom, egészséges a testem. Doktor bácsi, mert aggódtam, mert ettől függ. Ettől függ. Ennek a tudatállapotnak megfelel a szétmérés test. Nirmana Kájának mondja a trikája tanítás. Szétmérés test. Azért szétmérés test, mert ez a test hordozza a szétmérés képességét, a megkülönböztetés képességét. Meg tudom-e a feketét a fehértől különböztetni? Itt kezdődik a beavatás. És ezen a ponton mit csinálnak velünk szabadkőművesebb társik? Szépen benyomják nekünk a határon, a nyugati határon, a New Age-et. Ezt a sátáni ideológiát, ami mit tanít? Nincs is olyan, hogy világosság és sötétség. Nincsen. Nincs jobb meg bal, nincs jó meg rossz. Igen, dobjam ki az evangéliumot, ott van benne az evangéliumban. Van jó? Van. Van rossz? Van. Van sötétség? Nézzünk már ki az ablakon. És ez világosság? Nézzük már meg. Mert azt mondja, hogy a sötétség is világosság. Parancsoljanak, fáradjanak, kisétáljanak, sütanak. Kellemes meleg van, vigyeznek a fák, ugye? Mert nincs tavasz, nincs ősz, nincs nyár és nincs tél. Nincs férfi és nincs nő. Ismerjük ezt az ideológiát. Nincs férfi és nincs nő. Hát persze. Na hát szóval ez így keletkezik és így képződik. Ennek a tudatállapotnak megfelel három háló. Na itt van az, amit mondtam, Szent György háló, ahol megakadtunk. Szent György háló, itt akadtunk meg. Szent György háló, Krisztus háló, Mária háló. Ezek már 6-7 méter széles sávok, és 15 kilométerenként van egy ilyen. Mi volt 15 kilométerenként az Árpád-korban? Falva, templom.
templomok oltárai épültek rá, eredetileg pedig halmok magasak, az ősvallás oltárai. Ezek már nem károsítanak, kifejezetten gyógyító energiák. Kifejezetten. Tápió Szent Márton azért gyógyító, mert rengeteg szentgyöngycsomópont van rajta, mégse lesz gyógyító, mert pénzt szednek érte. A magyar Szent Korona tulajdonáért nem lehet pénzt szedni, főleg a gyógyító. Nem lehet. Szemben áll a magyar Szent Korona tanával, ilyen nincsen. Ebben az országban a Földet nem lehet elzálogosítani. Azért, mert a Föld az nem ingatlan. Ezért kellett egyébként a magyar Szent Korona tan háttérbe szorítani. Mert bizonyos érdekcsoportok, nyugat-európai érdekcsoportok, nyugat-európai bankházak, akiket természetesen fiziognómiai alapon is be lehet azonosítani, ezek a nyugat-európai bankházak abban érdekeltek, hogy a magyar föld tényleg ingatlan legyen, vagyis pénzpiaci értéke legyen. Ki lehet akkor húzni a lábukat? Viszont a Szent Koronatan értelmében a magyar föld Szűzmáriához tartozik, és mint ilyen le van metszve az elvilági létezésről, a Szent Koronán keresztül, vagyis szakrális. Azért nem volt éhénység itt a középkorban, csak figyelmük ajánlom. Mert nem lehetett elszállósítani a földet. Megúsztuk a nagy éhénységeket. Nyugat-Európában a fél lakosság kipusztult. Magyarországon pedig éltünk nyugan. És most nézzük, hogy mire fenik a fogukat. Mert most ez zajlik, pontosan ez. Ezért ragaszkodik ennyire a mocskos hatalmához. Mert még a földet ki akarja játszani. Mert ezt az országot eladták Tel Avivnak, meg eladták Moszkvának. Ez a nagy büdös igazság, és végre ki kell mondani. És ez nem politikai kérdés, ez tényleg nem. Ide pedig tartozik a csillagösvény. Hát az egy egyelemű rendszer, energiarendszer. Csillagösvények, sok van belőlük, de csak csillagösvény, ez egy egyelemű rendszer, tehát nincs többféle csillagösvény. Ezek 20-30 km széles sávok apálykor, 60-70 km széles sávok dagálykor, és a Bács-Kiskun megyei helyzet pedig látható volt a térképen, ami körbe ment. Azok a csillagösvények. Na most, ez alatt is van energia, meg e fölött is van energia. Csak azért mondom se, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy nincs alatta. Azonban az ez alatt lévő energiarendszer, a 12 háló alatti energiarendszer már nem rendelkezik szerkezettel, számunkra követhető szerkezettel, hanem szerkezet nélküli energiaáramlás. Ezt nevezi a Feng Shui Qi. És akkor tudjuk, miről van szó. Itt már nem tudjuk nyomon követni a szerkezetet, csak az áramlást. Ez az egyetlen sajátosság. És fölötte is van energiarendszer, ezt meg már azért nem tudjuk nyomon követni, mert műholdonként szárnyalódjon föl körül, hogy megtapasztaljuk ezt a szerkezetet. Hát ez már túlmutat az emberi tapasztalás keretein, értelmes keretein. Mi ezt a hármat tudjuk normálisan megtapasztalni. A csillagösvények csomópontjaiban pedig vannak a Mária kegyhelyek. Azt hiszem erről is volt szó. Na, akkor ezen rövidke kis ismétlés után, én ezt most pillanatnyilag ki is tartottam, visszatérnék a fa típusokhoz, de tényleg nagyon gyorsan, hogy teljesen átlássuk ezt a rendszert. Hú, hát gyorsan kell törölni, aztán nagyon nehéz. No, hát itt tartunk. A körtének, vagyis a keringésnek, az éves menetrendnek, most már ez gyorsan fog menni. Ezután az ismétlés után tényleg. Ez a három háló felem. Emelkedjünk följebb. Ez egy révülés. Tehát is menjünk följebb a révülésre. Mi a következő szint? Hát nyilván elhagyjuk a naprendszert, mert elhagyjuk a keringésnek a szintjét. És ha mi elhagyjuk a naprendszer szintjét révületben, mi az, amivel találkozni fogunk? Az ennél nagyobb kozmikus környezetünk micsoda? A tejútrendszer. Így van a tejútrendszer. Ennek vagyunk mi az Orion ágában. Ugye? Egyharmad, kétharmad távolságra a spirálkarban, ebben a spirálkarban. Ennek milyen fa fog megfelelni? Hát a régi tártos hagyományban turufának vagy törfának nevezték. Ez az égig érő fa. Ez a mai
botanikai rendszerben beazonosíthatóan a töl fa. Ugye itt a töl gyök felel meg a turunak, vagy törnek, és kiegészítve ezzel a hanggal kapjuk meg a tölgyfát, ami nem véletlenül Zeusnak, Zeus Jupiternek is a jelképen, mint tudjuk a Jupiter bolygó minőségében a nyilasban van otthon, tehát kijelöli gyakorlatilag a tejútfának a gyökérzetét, a induló pontját. És mi fog megfelelni az energiarendszerünkben a tölgyfának? Értelemszerűen a csillagos fények rendszere. És most jön az igazán izgalmas, mert tovább megyünk, mert a népmesei fa rendszerét nem fejeződik be. Mi történik, ha sikerül kilépnünk a tejút rendszerből is? Ez már nem olyan könnyű. Tehát tényleg nem olyan könnyű, mert ez már kevés a tátosó. Idáig nagyon jól elboldogultunk a gebével, a népmesei tátoslóval. De innentől fogva már nagyobb sebességfokozatra kell kapcsoljuk. És mi ez a nagyobb sebességfokozat a népmesék szerint? A gondolatnak a sebessége. Utaztak már a gondolat sebességével? Érdemes kipróbálni. Csodálatos. Tényleg csodálatos. Ha gondolat sebességgel utazunk és kikapcsolódunk a tejútrendszerből, akkor egy nagyobb léptékű rendszerrel találjuk szembe magunkat. Mi ez a rendszer? Ez szippantja be az egész tejútrendszert. Olyan erővel, képzeljük el, hogy most csillagászati számadatokat mondok, 220 km per szekundummal rohan a tejútrendszer ebbe az irányba. A magyar népmese hagyományban ez úgy jelenik meg, ez a szippantó erő, nagy büdös lik. Vagy más néven banyalik. Tehát a női minőséghez kapcsol, a hétköznapi életben is találkozunk ezzel a nagy büdös likkal, és bizony a létező csak úgy szippantja befelé, ugye? Most a Skorpióban lehet erről beszélni. Mert ezek az energiák ilyenkor felerősödnek. Azért, hogy le tudjuk tenni őket természetesen. Az esztendőnek az a szakasz, hogy most le kell tenni ezeket, mert jön mindjárt a átment a várakozásnak az ideje. Tehát, mi ez a banyalik? Mi ez a nagy büdöslik? Most ne csak testi szinten tessék tájékozódni, mert azon mindenki tud. Nem nagy kunst, nem a fekete lyukat, hanem ki kell nézni a női minőség irányába. Az égbolton voltál a női minőség? A szűz csillagképben. És mi van ott érdekes módon? Egy extragalaktikus szuperhalmaz. Csupa kör alakú galaxisokból álló szuperhalmaz, amely olyan hatalmas anyagmennyiséget képvisel, ne felejtsük el, máter, matéria, anyagmennyiséget képvisel, amely gravitációs hatásánál fogva ilyen erővel szippantja be a tejútrendszert. Nekünk végünk lesz, oda élünk. Csak hogy tudjuk. Egy valaki segíthet, akitől ez az erő származik. De nem ebben a fokozatában, hanem a legemeltebb fokozatában, és ő szűzmárja boldog lesz. Senki más nem segít. És akkor mi történik? A boldogasszonyság újra áldott állapotba kerül. Teljesen világos. Hát ha én a tejút energiákat összetalálkoztatom a szűz energiákkal, akkor teljesen egyértelműen megkapom a rák mérleg kettős kötést, aki jártas az asztrálmikus hagyományban tudja, hogy miről beszélni. Ugyanis ez az atyai tulajdonság letéteményese, ez a szűzanya, tehát az anyai tulajdonság letéteményese, ha a nyílvessző cél talál, ugye világos. Megterméknénk ezt a szűzműnösséget, és a boldog házasságnak a kutcsát kapom meg. Ez a rák mérleg. Kettős kötés. Akkor működik egy házasság, ha mind a két minőség együtt tud működni. Vagyis a rák is jelen van, a teremtés, a létalapok megteremtés, és a mérleg a kiegyensúlyozás. A család létalapjának a megteremtése mindjárt a rák első gesztusával kezdődik. És mi a rák? Az anyaság állatúja, vagy szület gyermek. És egyben ez a gyermek fogja egyébként kiegyensúlyozni a házasságot. Aki boldog házasságban, én tudja, miről beszélek. A gyerek az igazi kötelék házasság. És az igazi kiegyensúlyozó gyermek. Ahol gyerek van, ott sokkal ritkábban történik a házasság felbontása vagy a megcsalatás. Sokkal ritkábban. A férfi részéről is. Mert bele kell utána nézni a gyerek szemébe, akkor azt mondom, ne felejtsük el. És nagyon gerinctelennek kell lenni ahhoz, hogy azután hazamegyek és belenézek a gyerek szemébe, hogy nem sem történik.
Ezért van annyi gyerektelen kapcsolat. Gyerektelenedett a házasság. És ráadásul nőtlenedik a házasság. Mert a fenti szent háromság eredetileg az atya, fényatya, fényfia, fényszüze, vagyis a nő volt. Kiejtették a nőt, és abban a pillanatban, hogy az eredeti szent háromságból kiesett a nő, a földi szent háromságból is kiesik a nő. A földi szent háromság az égi szent háromság testet ölt és a család. Így értelmes a rendszer. Így értelmes a rendszer. Kiesett a nő? Kiesett a nő? Kiejtették a nő? Természetes helyéről? Bizony, ez volt a feminizmus. Abban a pillanatban a férfi is kiesett. És ez a homoszexualitás gyökere. Mert a homoszexualitás nem betegség. Nem genetikai hiba, társadalmi jelenség. Ezt onnan lehet nagyon szépen látni, hogy mikor duzzadt föl tömegesi a homoszexualitás. Amikor egy közösség válságban. Polisz rendszer válsága, hanyatló római birodalom, Amerikai Egyesült Államok most. Most lehet is volna. Teljesen egyébként. Szeretnőm. Megtaláltuk akkor a szűzextremolatívus halmazt. Ezt onnan lehet érzékelni, hogy egy hatalmas nyíró hatás jön oldalról. A tejútra. Egy hatalmas nyíró szippantó hatás. Vagyis ennek a nyírfa és a nyárfa fog értelemszerűen megfelelni. Ahogy egyébként a magyar hagyományban a nyírfa szűzvárja fája. Köztudottan. És ha kap egy nyírást az egész rendszer, akkor elkezd, mert oldalról kap egy nyírást, ez a szép rendszer, a csomóponton, elkezd az egész forogni. Vagyis megjelenik az örvénytér, mint a dimenziókapu. Tehát itt kap valóságos létet a dimenziókapui működés, ebben az örvénytérben. Vagyis a kígyó elkezd mozogni, a világ. Ez megvan az emberi templomban is. Ez a kígyó, erről beszéltünk, ez a gerincoszlop mentén végigfutó két idegcsatornán megtapasztalható kígyó energia, amelynek a hét metszés pontja alkotja a hét csakra rendszer, és ez a bizonyos kígyó energia mindhárom létszinten szétsugározható, működtethető a testiség szintjén, ezt minden férfi előszeretettel műveli. Hát itt kiegyenesíthetem a kígyót, mondhatnám, egyébként a keleti kígyóbűvöl is pontosan ezt jelképez. Kiegyenesíthetem. Ez az állati szint, tehát ne örüljünk nagyon, ezt minden állat tudok. Kiegyenesíthetem itt, gyönyörű képlet, amikor Jézus Krisztus szépfelé a kezét, és árad az energia szívében, szivárvány és szívében. Kiegyenesíthetem itt, gondoljunk a fárok kobrás koronájára, és kiegyenesíthetem itt, ez a király koronázás szintje. Ez a király idáig tudja ezt az energiát működteni, és mind három szinten tudja működtetni, amikor annak eljön az ideje. A mai világ látható, hogy csak itt. Tehát még teljesen elállatiasodott, vagyis lealjasodott. Erről nem is beszélünk, ezt meg se tudjuk fogadni. Következő létszint, elhagyom a szűz extragalaktikus szuperhalmazt. Amivel fogok találkozni? Már nagyon magasról nézem ezt a rendszert, ugye? Annyira fölé emelkedtem a rendszernek, hogy már a teljes egészre rálátásom van. Ekkor az univerzumnak milyen szerkezetét veszem észre? Észreveszem, hogy voltak éppen az univerzum alapvetően nem is anyagi természet. Mert eddig elhitték, hogy anyagi természet az univerzum. Tudják, mit mondanak a kozmológusok a világegyetemről? Hogy annak ki... Hát ezt mondják, de hát nem tárgyú szerencsétlen világegyetem. Nem tárgyú. Most már azért emelik írni, hogy állandó állapotú a világegyetem. Állandó állapotú. Ami örökkön fogva volt, az nem fog ilyen módon távolni. Minek? Hova? Akkor megint ott vagyunk, hogy pirotechnikus volt a Jóisten, fölrobbantotta az egészet, aláaknázta, jó sok trottint berakott alá, elvonult, és azt élvezte, hogy na most visszaszámlálás, 10-9, és bum! És elkezdett az egész világban távolni. Kiderül, kozmológiából, amit mi anyagnak nevezünk, az elenyésző hányada a világegyetemnek. Kevesebb, mint 1%, a borzolunk már bele. Olyan nagyra vagyunk az anyagi világegyetem. Kevesebb, mint 1% a világegyetem. És akkor mi a maradék? Energia. Energia. Vagyis rezgés. Amiről beszélünk.
És gyakorlatilag ezt, mint egy óceánt kell elképzelni, a víz metafizika, ugye az őskori víz metafizika, ami azt mondta, hogy az első megnyilvánult anyag az a víz. Előtte csak a tűz volt, azelőtt meg csak az élet. És azon, mint a kis jégdarabok úszkálnak az anyagszigeteken. És mi az, amit látunk a világegyetemben? Ezek a picike kis jégszigetek, amik úszkálnak a nagy végtelen óceánnak a felszínen. És ha ilyen magasra emelkedtünk, hogy már elhagytuk a matéria, a máter, a szűz extragalaktikus szuperhalmaz szintjét, akkor döbbenünk fel itt minden energia. Van is minden fény, mert minden fényből van, és oda is tér vissza. A világ világosság, amely bezárkózik az anyagba, majd onnan újra kiszabadul Jézus Pátrikus, a szenvedő Krisztusság az anyagban, majd az ember szertartása által újra felszabadulva visszatér az eredeti fényhomba. Akkor pedig az úgynevezett energiafürtöket fogjuk tapasztalni. Idegen szóval klasztereknek hívják ezeket az energiamintázatokat, és ha én erre az egész rendszerre fölülről nézek, akkor észreveszem, hogy voltak éppen egy rendszer szemlélet. Mert ami picibe a 12 háló, meg még kisebb a csi, az összeáll Szent György hálóvá, meg Mária hálóvá, meg Krisztus háló. Ezért nincs ott, ahol szent hely van, vagy Szent György csomópont, nincs 12 háló. Mert a 12 háló állt össze Szent György sávokás csomópontokká, meg Mária hálókás csomópontokká, közben drámai változás ment végbe a minőségében. És ez a három háló áll össze csillagösvényekével, és ahol csillagösvény a csomópontok van, akkor ezek a hálók sincsenek. Ugye érthető? Ezek egymásból építkeznek, és akkor észreveszem ezt az energiafürt szerkezetét. Vagy fraktál természetet, akinek fizikus, matematikus vénája van, annak így mondom. De a fraktál ugyanaz, mint amikor azt mondom, hogy ami fönt ugyanaz, mint ami lent, ami kint ugyanaz, mint ami bent, ami kicsibe ugyanaz, mint ami nagyban. Tehát ugyanarról beszéltünk. Fürt. Mi lesz a jelképe? Szőlős. Döbbenetes. Döbbenetes. Mert ki a kicsoda az, aki a szőlőhöz tartozik? Ki az, akinek a szőlő a jelképe? Kinek szőlő a jelképe a vallásban? És a bor természetesen. Kinek? Jézus Krisztusnak. Hát most jutottam el hozzá. Ha én idáig föl tudok nőni, akkor Jézus Krisztussal leszek egy lényeg. Bejártam az utat. Mert én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja ő. A világ világossága. És akkor ezt a szintet fogom tapasztalni. De ha én a női oldalt látom, mert ha én a fiút látom, abban a pillanatban a női oldalt is fogom látni. Miért? Mert a fiú az anyától elválaszthatatlan. Akkor pedig ide azt fogom érni, hogy Szilva. Szilvának pedig ilyen alakja van. Ez a női alak. Hát a népdalok erre játszanak rá, hogy fölmegy a legény, meg hát nem tudom, Szilvát szednek, fötik. Na, ugye? Tudom, hogy van megy is, a megy ugyanennyiként ugyanennek a nőiességnek a jelképe, főleg a megy ma. De a Szilva is. Van ám ez Szilva változatban, és főleg Szatmárban van, ami akkor a Szilva is ott közül pár jó Szilva pár. Na, tehát, ezen a létszinten vagyunk. És ha ezen is túl tudunk lépni, akkor mi lesz? Tehát energiában ennek mi felel meg? Azt, hogy az egészet fölülről látom. Ugye világos? De ez fölül kell helyezkednem. Önmagamon is az egész látható világban. És ha ezt is elhagyom, mi lesz akkor? Ezt így összekötöm. Ha én ezen a szinten is túl tudok lépni. Mert nagy azt gondoljuk, hogy ez a révülés legmagasabb szintje. E fölött még van egy szint. Ezt nevezi megvilágosodásnak egyébként a hagyomány. Na, mi van e fölött? Ez a legmegdöbbentőbb. Ez a legmegdöbbentőbb. Föllapozzuk Pap Gábor fatikusait, pisztolyt rántanak el az urat. És ott találunk még egy fa típust. Úgy hívják ezt a fa típust, hogy olaj. Olaj. Apollónak volt a görög hagyományban a jelképe. És kinek a fejére tették a olajában? A győztesnek, aki az olimpiai játékokon győzött, és egyúttal egyébként a szűznek, az Artemis tiszteletére nevelt szűzek közül egynek a kezét elnyerte. És egy szakrális menyegzőn vett részt ez a győztes, az Artemis istennő tiszteletére nevelt szűzek közül egyen. Ennek egyébként mezopotámiai gyökerei vannak ennek a szertartásnak. Olaj, azt mondom, tényleg itt vagyok, ahol. Az elején. Ez ugyanaz.
olaj eleje. És ki ennek az egésznek az eleje, és ki ennek az egésznek a vége. Hát ezért volt a nagy játék. Maga az ember. Na ez a döbbenetes. Ezért döbbenetes. Folyton kiről beszélt Jézus Krisztus? Én vagyok a kezdet, és én vagyok a vége. Hát ez a nagy poén, érti? Róluk beszél. Nem magáról, róluk. Mi vagyunk a világvilágosság. Mi vagyunk a kezdet, és mi vagyunk a vég. Rólunk szólna ez az egész játék. Rólunk szólna. Mert ahol az ember letűzi a botját, mondta Léa pásztor, ott van a világ közepe. Ezek is világ közepe, minden szent hely világ közepe, a föld anya közepe. A teremtett világ közepe. De ettől függetlenül, mert mi vagyunk az eleje és a vége, ott van a közepe, ahol a szülünk. És mind a kettő igaz. Vagyis kinek kell működtetni, mint ezt, aki fölött áll. Vagyis az embernek. Vagyis önöknek. Vagyis nekünk. Tegnaptól kezdve. Nem egyszer mondtam azt, hogy holnaptól kezdve, most azt mondom, hogy tegnaptól kezdve. És néhány, hát ez az a rendszer, amiből beszéltem, néhány tapasztalatot azért hagy meséljek el ezzel kapcsolatban. Ugyanis történnek a csodák. Azt mondja a Jelenések könyve, és jelek lesznek az égen. Van együttállás. Most is. De milyen együttállás lesz december? 6 bolygó. 6. Hol? A nyilasban. Mondjunk egy, és kizárólag egy nemzetet, Eurázsát, mindenki tudja, hogy a szövetszét, amely a nyilas jegyhez tartozik. A magyar. Nekünk szól. Mikor kezdődik a teljesedése? December 8. Ünnepnap? Mi azt mondaná ez a... Nem minősítem. Milyen ünnep? Nincs is rá jelző. Én jelzőtlen, és minősíthetetlen. Tehát, szeplőtelen fogadtatás emléke napja és ünnepe. Meddig tart a teljesedés? December 21. Mi ez? Téli napforduló csillagászati pillanat. Gyönyör. Szeplőtelen fogadtatástól a világ világosságának születéséig. Hát egyszerűen gyönyör. Kiszámoltuk, hogy ez hány nap? 13. Ismerős ez a szám valahonnan? Lusza székéből, pontosan. Összeáll? Persze, hogy összeáll. Mindenki készítse el, legyen széles a Lusza székéből. Álljon rá december 24-én karácsonykor, és meg fog látni. Meg fog látni. Nagyon nagy változások van. Ősz óta a csillagösvényeken többenetes. Jönnek le százával, ezrével a magyar hősök. Ide, közé, le a földre. Árpádék, Attiláék, Nimródék. A hideg ráz, ahogy mondom. Igaz. És itt vannak közöttünk. És azért jönnek, hogy segítsenek. Csak ki kell tudnunk a szívünket, és segíteni fognak. Mert nagyon nagy változás előtt áll ez a nemzet. És ennek túl nagy a tétje, hogy elrontsuk. Mert nekünk kell levezényelni azt a változást, amit a Föld fog végig játszani. Rajta az egész emberiséggel. És ez nem egy könnyű feladat. De nincs más nemzet, aki ezt le tudja vezényelni. És nem azért, mert kiválasztottak vagyunk, hanem azért, mert a nyilashoz való tartozásból kifolyólag
ez a feladat. Ez nem kiválasztásra is értem, hanem feladat. Mert kiválasztottni nincs, csak feladat van. De azt el kell végezni, kutya kötelesség. És ebben a Mária fegyhelyen döntő szerepet játszanak. És mivel Erdélyben a legerősebb most a helyzet, energetikailag azt gondolom, hogy a kulcsőnál, az erdélyi magyaroknál, a székelyeknél, falutaszegyeknél, mezőségieknél, a Párciumnak, a szorvány magyarságánál. Ezért viszik a hatforgontóikat is oda. Hát igen. Hát nagyon nagy fel. De itt van. Nem éreztem. Csak ki kell menni a szent helyre. Van, aki már látja is. Gyerekek, mondják, lovon érkeznek. Százával jönnek, hatalmas sereget jönnek, értik? Csala király fülezeti. Hát ennél nincs jobb hír. Így van, ennél nincs jobb hír. Nem tudok jobb hírt mondani ennél. Elvégeztem a dolgot. Itt van vége. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Az biztos, hogy... Miért van ez az érzés, hogy már mondtam ezt, de nem baj még egyszer. Hogy... Az biztos, hogy... Olyan... Én meteorológussal beszélek. Nekem van egy meteorológus barátom, a Békéssel, vagy meteorológiai állomást élvezet. Ő mondta, olyan nincsen légkörfizikában, hogy jön egy front, ráadásul egy markás front, ez egy nagy markás front. Megáll a nyugati határon, másfél-két órát ott áll, amikor semmilyen földrajzi tényező nem gátolja a bejöveteljét. Megvárja, amíg pontosan úgy érhet ide, hogy a tűzijáték kezdetére érjen. Ilyen nincs. És pontosan addig tart, ameddig a tűzijáték tart. Délvidéki barátaim, akik árultak ilyen bio lekvárt, nem tudom micsodát, Szent Királyon mesélik, körbe mindenhol villámlott és esett, Szent Király semmilyen nem. Miért? Hogy hívják ezt a teremtőt? Szent Király. Fölemelte Szent István a kezét, mert azt mondta, elég volt is. Nem csodálom, ha valaki azt mondja, hogy levette már a kezét volna. Azért vigyázzon már. Képzős volt felhőszakadás, festő szónokon Szegeden, Keskenyében, Csepség. Igen, és hagyd mondja meg, hogy se Békés Csabán, hanem a nevében Békés Csaba. Sem pedig Dombegyházon, ahol 15-én Mária szertartás volt Borbogasszony tiszteletére, szél ennyit nem. Hát képzeljék el, hogy fölhívott valamelyik nap a... Van a Gerecsében egy hely, Borbatetőnek hívják. A 30-as években volt egy Mária jelenés ott, amit kislányok láttak, és az egyik kislány, a szemtanú kislány, mai napig él. Olyan szinten él és működteti ezt a Borbatetőt, hogy minden nagybőtkor átéri Jézus Krisztus szenvedéseit. De olyan szinten, hogy orvos által igazoltan a korbácsütések megjelennek a hátán és véreznek. Nem tudhet-e kivaludni? Többenetes. Ő működteti jelen pillanatban ezt a Mária kegyhelyet, ami augusztus 15 óta újra ért. Augusztus 15-én megjelent Szűnt Mária Borbatetőn. Erről egy videófilm készült. Én nagyon szívesen megosztom a jelenlévőkkel, elhúzom, levetítjük, megnézhetjük. Nagyon érdemes. Ez a néni bal, és mutogat képeket, lefényképezték Szűnt Máriát. Ott van a fák között. És állandóan üzeneteket küld. És azt mondja a néni, hogy ez a harmadik legfontosabb szent hely, Mária kegyhely most. Medjugorje, Fatima és Borbatető. Itt van Budapesttől 60 kilométerre Tata fölött. Újra működik, és üzeneteket ad. És aki ott van, aki 15-én ott volt a szertartáson, aki nem lát, mert vannak olyanok, akik még nem látnak, nagyon sokan, amik vannak többségben. Nincs vele semmi van. Azok is mit éreztek? Átható rózsa illatot egész éjszaka. Úgy, hogy sehol a hegytetőn, mert ott nem szokott. Rózsa nem ért. Döbbenetes, azt hiszem. El lehet menni, mert közel van, még egyszer. Nincs nagy távolság ebben a
tönkre csonkított ország. Éppen ezért ezt használjuk ki. Minden egy napon belül elérhetünk. Szarándok olyanok oda. Tata fölött borba tettünk. Egy valamiről viszont még nem látom, csak három egy valamiről még nem beszéltem. Már így is túl sokat beszéltem, hogy keresem a címmel. Ezt tudom, hogy a paggából elmegy valam, akkor két felelőt nem lehet. Egy valamiről még nem beszéltünk, ugyebár. Beszéltünk a szellemi működésről, beszéltünk a lelki működésről, nem beszéltünk a testi működésről. Hát ez a legfontosabb, amit arra számítunk, hogy ez a kárpáti magyar haza fel fog támadni, újból egységes hazaként fog viselkedni, akkor elértünk a testiség működés szinten. Vagyis itt kell föltegyük azt a kérdést, hogy az hogyan működik testileg a kárpáti magyar haza. Itt nem lehet látni. Van ennek a címer ábrának testisége? Nincsen. Nincs ábrázolva. Vajon miért nincsen? A legegyszerűbb válasz erre az, hogy nyilván azért nincsen, mert még nincs kész a testiség. És vajon kin múlik ez a testiség? Hát értelemszerűen rajtunk, akik az eleje és a vége vagyunk ennek a működésnek. Viszont a szent helyeknek nagyon pontosan tudunk a testi működésére. Szó szerint a testi működésére. Az ember mikrozodiákusán, az emberi világ modellen a testiség hol jelenik meg? Most én nagyon csúnya osztályokat fog mutatni, föltűröm így a mellényet, és azt mondom, az ökvonal alatt, mint tudjuk mestereitől. A Földnek mi az ökvonal? Nem az egyenlítő, hanem értelemszerűen az alsó világa, vagyis a Föld felszíne alatti világ. Tudunk a Föld felszíne alatti világról? Nagyon-nagyon sokat tudunk. Az embernél energetikai szempontból mi van az övvonal alatt? Energetikai szempontból. Itt van föltekeredve mindenek előtt ez a bizonyos kígyó energia. Ezt a föltekeredett kígyó energiát, ez egyébként miért található itt föltekeredve, tudjuk? Az eredeti templomban, az emberi templomban ez tökéletesen működött minden szinten. A bűnbeeséssel, akinek ez nem tetszik, ez a kifejezés, mert találva érzi magát. A aláhanyatlással, az elsötétedéssel, ez az energia visszahúzódott a menedékbe, vagyis az ővonal alá. És itt vár a megújuló feladat. Ez az oka. Vagyis elrejtőzött. Mi? A Föld tekintetében ez a világ. A Föld felszín alatti világ. Hogy jelenik meg ez a kígyó energia föltekeredve? Nagyon egyszerű. Föld alatti alagutak és labirintusok rendszerében és annak mitoszaiban. A hét törpétől kezdve, komolyan a Minotaurus mitoszon keresztül a magyar népmese hagyomány föld alatti világáig bezárólag. De minden hagyományból lehetne példákat hozni. Azonban a nehézség abban áll, hogy megdöbbentő módon ennek valóságosan is megfelelnek alagútrendszerek és labirintus rendszerek. Kezdjük egy nagyon távoli ponttal. 1968-ban egy magyarországi születésű őstörténetkutató, aki Szombathelytől nem messze, vagy talán magában Szombathelyben született, de mindenképpen Vas megyei volt, elindult a magyar őstörténet felkutatására egy egészen furcsa és meglepő helyre, Dél-Amerikában. Eljutott az egyenlítőhöz, Ecuadorba. Ezt a kutatót úgy hívják, hogy Móricz János. Spanyol változatában Juan Móricz. Ez a Móricz János magyar kutató hosszú idő múlva, nem azonnal, ismeretségbe keveredett az ecuadori őserdő Ibaró törzsével.
és ennek a ivárgó törzsnek is volt két titkos törzse, belső törzse. Már a nevük nagyon érdekes. Az egyiket úgy hívták, ezek indiánok, úgy hívták, hogy vörös. Nem magyarra fordítva, hanem ahogy mondom, vörös. A másik törzset pedig úgy hívták, hogy Béla. Nem magyarra fordítva, kiejtés szerint Béla. Három nap alatt el tudott velük beszélgetni magyar nyelven. Három nap alatt. És barátság szövődött köztük, hát ez önmagában megalapoz már egy barátságot. És elmondta ez a két törzs Móricz Jánosnak, hogy azért vannak az ekvádori őserdőben, mert egy alagútrendszert őriznek. Ez az alagútrendszer több száz kilométer hosszú, és az Andok alatt húzódik. Móricz János megtervezett egy hatalmas expedíciót. Segítséget kapott Perútól, Ekvádortól, állami szinten. A hadsereg segítette az expedíciót. És 1968-ban és 69-ben leereszkedtek az Andok alatt elhelyezkedő alagútrendszerbe. Már a hatalmas bejáratnál, amit ez a két törzs őrzött, és azt mondta Móricz Jánosnak, hogy azért őrzik, mert itt az emberiség özönvíz előtti hagyatéka van, vagyis a Krisztus előtt 12 ezer évvel azt megelőző szellemi hagyaték van, tárgyi formában is. Tehát leereszkedtek az alagútba, látták, hogy igazat mondott a két törzs. Ugyanis a guánó réteg fölött voltak a csekkövek. Tehát legalább 100 000 éve építették ezt az alagútrendszert. Hatalmas, hatalmas termekben találták magukat. Az egyik teremben több 10 000 példányos, aranylemezre rovásírással rót könyvtár volt található. A másik teremben találtak egy kristálykoponyát. Hegyi kristályból készült koponyát, amelynek a kialakítása molekuláris finomságú volt, és ma csak a nagyon finom lézerekkel lehet lecsiszolni ezt a kristályt. Ez utóbbit Erikton Deniken nevű nemzetközi szélhámos és szabadkönyves spekulátor a köztudatba repítette, beperelte a Móricz, mert ezt ő találta, közöttük volt egyébként egy nagy per, helyreigazítás is volt ebből, tehát annyi gerincesség azért volt ebben a szélhámosban, hogy utólag leírta, hogy ezt Móricz Jánosnak köszönhető. Az ember, amikor idáig jut, azt mondja, na persze, hát azért sok mindent beveszünk, ezt. Na most abban a szerencsében van részünk, hogy a Móricz hagyaték egy részét elhoztam, Kecskemétre. Szeretettel megosztom önökkel, abban a reményben, hogy vissza is ér, ha például. De én tudom, hogy vissza fog érni. Hogy került ez Békés Csaba? Hát ennek van egy története. Van egy története, élt Békés Csabán egy Pataki László nevű rovásírás kutató. Ez a Pataki László nevű rovásírás kutató olyan jelentős rovásírás kutató volt, hogy a Debreceni Miklós után, meg a Forrai Sándor bácsi után ő Magyarország harmadik legjelentősebb rovásírás kutatója. Hogy mi mégsem tudunk róla, ennek az az ok, hogy szépen elhallgatták a munkásságát. Ő volt az első, aki az a Nagyszentmiklósi aranykincsnek a rovás feliratait összefüggésében elolvasta. Tehát az összeset egyszerre. Nem csak azt az egyet, amit Debreceni Miklós fejtett, hanem az összeset. De ő volt az, aki a Nagyszéksósi pusztában talált aranykincs rovás feliratát megfejtette. És lehetne sorolni, sorolni és sorolni, akiket fejtett meg. Ez a Pataki László 1968-69-ben publikálta az első jelentős rovás megfejtéseit, és ennek nyomán került kapcsolatba Móricz Jánossal, aki a teljes hagyatékát elküldte Pataki Lászlónak Békés Csabára. Na ebből szemezgettem én keveset, amikor eljöttem a Kecskemétre, csak azért, hogy lássák, hogy ez a föld alatti alagútrendszer, ez a föld alatti világ, ez bizony létezik. És mielőtt körbeadnám ezeket a fényképes tanulságokat, előtte gyorsan elmondom, hogy volt egy Sashegyi Sándor magyar kutató, aki a Pilisben ugyanilyen alagútrendszereket talált.
Az egyik ilyen bejárat a vadálló kövek alatt van, nem mondom meg melyik alatt. Majd számtagad sem, hogy akarja. Ott talált egy agyaghadsereget, mert nem csak Kínában van agyaghadsereg, és egy világító sírkövet. Úgy megijedt, hogy kísért. Dombegyháza határában. 2 évvel ezelőtt karácsonykor a hármas halom beszakadt, mert a környékét szántották. Egy alagút került elő, amely alagútról azt állították később a helyiek, nagyon bölcsen, hogy az onnan 60-70 kilométerre fekvő aradi vár alagút rendszeréhez kapcsolódik. Magyar Bánhegyesen, Dombegyházától körülbelül 20 kilométerre, a 60-as évek elején beszakadt a föld mélyszántáskor, úgyhogy beesett az egész gép. Egy alagút rendszert találtak, ami el is ágazik, és a fő alagút az a kondorosi, onnan 80 kilométerre lévő kondorosi csárda alá vezet. A másik ága pedig minden valószínűség szerint elmegy egészen Marosvárig, a hajdani ajtón központi, Makóval szemben a Maros partján. És szép lassan kiderül, hogy az egész ország alagútrendszerekkel van balábástyázva. Szépen kiderül. Debrecenben a debreceni katonai repülőtér hangárjait ilyen alagutakból alakították ki. 1944-ben beszakadt a főpályaudvar, a nagypályaudvar alatt. Nem alatta a főtér, ami előtte van a nagypályaudvar előttér, beszakadt. Lementek a katonák, és napok múlva jöttek vissza. Olyan kiterjedt alagútrendszert találtak. Hogy mennyire igaz ez, amiről beszélek, a következő történetet még elmondom. Évekkel ezelőtt a Békés Csabai Reiki Klubban erről egy előadást tartottam. Ez nagyon hosszú ideig tartott, fél egy-egy óra volt, mikor befejeztem az előadást. Fél egy-egy, péntekről szombatra virradó, ha jól emlékszem. Lehet, hogy erre mondjuk nem jön, nincs is jelentős. Befejeztem az előadást, hazamentem a barátaimmal. Másnap délelőtt 9 órakor a barátom csenget az ajtón. Kinyitom, látom, teljesen kétségbe van esve. Behívom, leültem. Mi a baj? Következő mondják. Ne felejtsék el, fél egyekkor volt vége az előadást. Ma reggel 8 órakor, tehát 1 órával ezelőtt, 2 úriember csengetett be a lakásom. Fölmutatták az igazolványt. Nemzetbiztonsági hivatal. Egyetlen egy kérdésük volt. Honnan tudnak maguk az alagútrendszerek? Erre a barátom, mert rendkívül vicces ember, a könyvespoltról leszedte Benedekelek magyar mese és mondta világán. Oda vágta az asztal, és azt mondta, innen, olvassa el! Mert tényleg vannak alagútrendszerek, ha Benedekelek magyar. De ezek tudták, hogy a radiesztézia kitűnő alkalom arra, hogy fázás méréshez ezeket az alagutakat meg lehessen találni. Egyébként ezek használják valamire ezeket az alagutakat. A Pilisi Parkerdő gazdaság vezetője szokta volt állítólag mondani, ennek nem voltak főtanúja, hogy látja, hogy embereknek be, kocsikból pakolnak ki, kocsikba pakolnak be, elmennek, megint visszajönnek, szóval használják ezeket az alagútrendszereket. Még egy adalék, Magda Marinkó, nem tudom, ismerős ezeket. Magda Marinkó elvtárs Szerbiából a bíróság előtt lépten nyomon ezt hallotta, amikor megkérdezték, hogyan jött át az ország határa. Válasz, alagúton. Nem tudték el neki a bíróság. Na most Magda Marinkó, és ez sajnos ez így az, hogy mondom. Cellájában a következő féltitkos vallomást tette. Ő nem bűnöző, hanem terrorista. Mégpedig a második bizánc terror szervezetnek dolgozott. Ez az, amit nem kommentálok, mert aki a magyar szemkormányutatást ismeri, tudja, hogy pontosan ennek a bizánci birodalom rekonstrukciónak az érdekében cserélték le a szomász képzetetnél a jelenleg. Tehát ne felejtsük el, működik ma is a második bizánci program. És itt vannak a ügynökei és a terroristái Magyarországon. És ha hagyjuk lépést, és ehhez kell a Szent Korona. Az a Szent Korona,
amely január 1-i 2000-ben hogy vonult be a parlament? Hát igen, mondják, itt én szépítek rajta egy kicsit, szalonképessé teszem háttal, fenékkel, ugye? De nem ez a lényeg, hanem hogy Tukász Mihállyal vonult be a parlament. Hát itt folyik a játék. Folyik a, és ne felejtsd el a Fidesz. És hogy történt az elhelyezése a vitrínben? Alávágtak kardal. Ez valakinek ismerős? A magyar szent koronának alávágni kardal, ez nem magába botrány. Ez harcot jelentett. Itt a magyarságnak le van szúrva. Érthető? Kezdődik a harc. Kezdődik a ketté választás. Innentől fogva harcolni fogtok. Kedves magyar. Egyéb iránt pedig nézzék már meg a skót ritusú szabadkövövesség. Jelképes mozdulat. Pontosan ez, mint az ábrázolásban. És korona alatt a kardot. Pontosan lett. És jelképes az időpont. Január 1. Hát ennyit. Erről, és akkor ígéretem ezt kérem, amit azt fogják gondolni. Pár dolgot hoztam, kezdjük talán. Na hát ezek azért nagyon nagy művelődés történeti értékek, úgyhogy fejvesztés terhelnek. Nem lehet lerakni, mert az csak fóliát tud átvilágítani, ahol refidiaszkók kéne. Az meg olyan ózsdi szerkörök már sehol nincsen. Régi iskolában lehet talán egyébként, de az már ilyen kultúrtörténeti kincsár, és olyan hangja van, képzelj el, mint egy nem tudom, ilyen traktor. Ez az első ekvádori újság, amely hírt adott Móricz János felfedezéséről, mint látják 1969-es, ezt onnan lehet tudni, hogy itt van az ár székfélén, akik a holdra beszálltak. Kinyitom a tanulmánynál, kinyitom a cikkecskénél, természetesen képek is vannak, remélem megtalálom. Aki tud spanyolul, el is olvashatja. Kamerának meg lehet nem szabni. Mindent lehet. Hát oda is fog érni a kamerához. Itt kezdődik a cikk, azt mondja, hogy Cueva de los Taos, ez a magyarul a táltosok barlangja, egy föld alatti világ bejárata, itt látszik meg, hogy ez a bejárat. Ereszkedik le kötélárcsom az egy ember. Itt is a bejárat, közelről. Ott vannak a jelek, írásjelek, itt vannak ezek a bizonyos embermagasságú, a guánó fölött elhelyezkedő cseppkövek. Itt van a Móricz expedíciónak a pecsétje, spanyol és magyar nyelven. Itt van Móricz János portréja, jelenet a táborból. Nagyon adom követ. Itt könnyörű, látszik, hogy faragott követ alkották a Móricz alatt. Ez nem természetes képződmény. Ez nem természetes képződmény. Adom körbe. Itt már Marvel. Ó, ez CD-re van már átmentve, úgyhogy azért nagyon vigyázzanak rá. Móricz János levele saját aláírással. Kicsit már, de ez a hagyatékban volt már ilyen posztot. Nem adjuk körbe. Azt mondták, ide ki lehet majd jönni eladás, még el lehet olvasni munkéfelt le Padaki László. Leírja részletesen az alagútrendszert és a... Ez is egy levél. Ez is egy levél, szintén Móricz Jánostól, szintén aláírva pecsételre. Ezeket itt meg lehet nézni. Volt egy sajtótájékoztató, amire Móricz János megjelentette a kutatásainak az eredményeit. Nagyon érdekes a cím, El origen americano, egyébként az Európához, vagyis az európai népek amerikai eredete. Ez volt vele a baj, mert ő teljesen megreformálta volna a magyar őstörténetet, sőt az egész föld őstörténetét. Majd elmondom, hogy járt egyébként, mert ismerik a történetét. Ugye tudják, hogy sajnos halott. Meggyilkolták. Ő az, Móricz János. És itt le van írva, hogy mi az, amit talált. Képeket is közöl, adom körbe. Jó? Tehát ez a sajtótájékoztatóra jelent meg, arra a sajtótájékoztatóra, amiről aztán egyetlen egy sajtó sem igazán nem publikált, semmit nem reagált. Viszont a magyar sajtóban megjelent, egészen furcsa. Valami oknál fogva, a magyar őstörténet egyik jeles periódikájában, a Magyar Ifjúság című újságban, persze érzelődve mondtam, hogy ez a magyar őstörténet hiteles forrása. Móricz 1969 expedíció,
10 000 éves kultúra az andok mélyén. 1970 megkereshetik a könyvtárban, mert ott van fönt a dátum, hogy melyik lapszám. Erre látható módon egyébként abból az újságból vették ki a cikket, a fordítás is, mert én azt lefordítottam, tehát gyakorlatilag annak a rövid összefoglalója. Én azért körbeadom, hogy aki spanyolul nem olvas, az olvassá magyarul. Erre adom. Előkerült Móricz János kutatásai nyomán egy oklevél a Habsburgok spanyol könyvtárából 1729-ből, aminek itt látható a reprint kiadás, ez Móricz János adta ki, amelyben már mint ez az oklevél, illetve ez nem az oklevél, ez egy kis krónika, voltak éppen az indiánokról végig úgy beszél, mint akik szkíták, és a szkíta nép Amerikában maradt része. Ők az indiánok. Ezt el lehet olvasgatni, ez egy spanyol nyelvű dokumentum. Ott van mellette a magyarázat, és nagyon érdekes kis kiadvány. Ezt az Ecuador Katonai Intézet adta ki egyébként. Ennek alátámasztására az internetről leszedhető egy bizonyos dr. Simon Péter kutatónak ősi magyar nyomok észak-amerikai indián földön című tanulmánya. Amikor ő Kanadában volt, volt egy bejáró nőjük, aki indián volt. És egy alkalommal el akartak menni hétvégén kirándulni, és beszélgettek, hogy akkor mi legyen a kulcsal. Egyszer ez az amerikai indián nő megszólalt nekik, angolul beszélgettek, hogy nyugodtan adják csak itt a kulcsot. És visszakérdeztek, hogy azt értett, hogy magyarul beszél. Mondta az indián nő, hogy bizony sok mindent megért a magyar nyelvből, és elkezdtek kutatni ezt a kapcsolatot, és kiderült, hogy a kanadai indiánoknak például van egy olyan dala, népdala, amit olyankor énekelnek, amikor a törzsfőnök tűz köré ülteti a rábízott lelkeket, és ez az ének így hangzik, hogy megrakhatjú tüzet. Pentaton dala. Ezt írja le ebben a tanulmányban, ezt is körbeadod, ezt lehet az internetről írni, itt van az, hogy hol, milyen címmel lehet. És mi van még a tarsolyom? Olyan vagyok, mint a Mikulás, pedig még csak a Skorpió halálhoz járunk. Móricz János megtalálta ebben a bizonyos levéltárban az erőszakos nyelvcsere előtt följegyzett indián szavakat és földrajzi neveket. És ezeket itt szépen egy listán közreadja. Hát egészen megdöbbentő. Csak a földrajzi nevekből néhányat hagy sorolja föl, ami Ecuadorban található ősi törzsi neve a különféle területeknek. Na, hol is kezdjem? Mindjárt mondom. Csak néhányat fogok felsorolni, ha sikerül megtalálni. Tata, Tisza, Ung, Cincota, Tab, Tanya, Máramaros, Buda, Zala, Zalán, Nafia, Moson, Mura. Adok közben. Nincs több. Ez már nem ide tartja. Na. Persze, ezt a két hollós könyvesbolt ki fogja adni hamarosan. Az összes, tehát a teljes Móricz hagyatékat meg fog jelenni szépen, megvásárolható majd a szerkesztett változatban megvásárolható két hollós könyvesboltban. Most megnézem. Hát Jánosra bízom, tehát én most elkezdhetek egy új előadást, vagy pedig itt befejezzük ezt a mondatot, és akkor már kezdjük új előadást. Mondtál, hogy kezdett, vagy vannak, vagy voltak jelen kéven és földön, amikor azt beszélni. Bocsánat, a legfontosabb jelet így van, elfelejtettem. Köszönöm szépen. Egyébként ellene szól az új előadás megkezdésnek, hogy annak az anyag a diapozitívon van. És nem, nem tudom, igen, diapozitívon. Hogy elég tetemes diapozitívon van. Akkor azt a másik helyen fogjuk. Na akkor ezt a két jelenséget még megosztanám önökkel. Nem lesz már hosszú. Az egyik, Borba hegyről hívtak föl egy 3 hetet. Hogy naplementekor teljesen megmagyarázhatatlan módon egy függőleges szivárvány volt látható az égbolton.
ez valami egészen döbbenetes. Erre rá egy nagy fal, saját szememmel látta, egyébként észre nem vettem volna, nem hívt fel az édesapám, azzal a kísérő szöveggel, hogy utam megy már ki az udvarra, mert a délkeleti égbolton egy természeti jelenséget fogsz látni. Folytatta, akkor a hideg végig tudottam, hogy elkezdtem mondani, hogy mit lát, majd mindjárt mondom. Kimentem, 10 percig látszott, én 10 percig gyönyörögöttem benne. Pontosan Dombegyház irányába, az égbolton, naplementekor. Teljesen egyforma hosszúság. Tehát kondensz csíkokról nem lehet beszélni. Teljesen párhuzamos, teljesen egyforma hosszúságú, 7 darab vörös csík látszott. Vagyis az Árpád sámos lesz. Most ilyen nincsen. Teljesen egyforma hosszúak, teljesen párhuzamosak is, ráadásul 7 darab van. Dombegyházat tudom. Én ekkor tudtam meg igazán, hogy tényleg jönnek az őség. Ott volt a jelat. Hát azt nem, ezt nem tudja betiltani, hanem az égen. Mert a földi zászlót be tudja tiltani, de az égi zászlót. No, hát én ezzel a szakrális földrajz témakörére befejezetnek tekinteném.